A telet búcsúztatták, a tavaszt hívogatták Dombováron, ahol a városi farsang helyszíne volt a művelődési ház előtti tér. Pont átmeneti időszakban vagyunk, elkezdett fújdogálni a szél, de remélem, hogy ez nem zavarja az itt lévőket. Többször próbálkozott már a város városi farsanggal, de ez ideje rend, hogy ebből a szempontból, hiszen kültére került megszervezésre, és csatlakozott a rendezvényhez az Agrár Marketing Centrum is, hiszen helyi és környékbeli kistermelők is felmutatták portékáikat. Úgy látom, hogy a gyerekeknek minden ízlik, szülők nagyra nyitatják a pénztárcájukat. Játszótér is van a háttérben, azt, amit tudtunk ingyen szolgáltatást nyújtani, ott is telt ház volt, eddig folyamatosan úgy érzékeltem. Változatos színpadi programokkal is készültünk. Azt hiszem, hogy ma a gyerekek jól érzik itt magukat, és estére könnyű dolgok lesz a szülőknek, hiszen könnyen alvásra fognak fordulni. Aztán emlékszem, hogy alsós koromban mindig nagyon készültem rá, és mindig duzzogtam, hogyha nem kaptam díjat. És az ember korosodik, akkor egy kicsikét nyűg volt, és felnőtt fejjel meg azt gondolom, hogy egy nagyon vidám része az időnek, hiszen búcsúztatjuk a telet, várjuk a tavaszt, ugyan már a beöltözés elmarad, de farsangi fánkot azért még családi körben mindig megsütjük. A délután pár szófordulattal jellemezhető, állarc mögé bújt felnőttek, vidám gyerekek és a portékáikat kínáló árusok, akik között természetesen helyiek is voltak. Többel is sikerült beszélnem. Azt gondolom, hogy szinte minden terméket előállítanak, amit a helyi termékekből lehet. A méz az mindenféleképpen vezeti a piacot. Ezen túlmenően nagyon öröknek, hogy mézes kalácsos is van Dombaváron. Nyilván a sertés feldolgozásának is van hagyománya, velük is találkoztam itt. Tehát én azt hiszem, hogy mindenféle megtalálható, amit egy kis termelő elé tud állítani, és jó szívvel ajánl mindenkinek. Nyilván ennél még sokkal fontosabb, hogy ők megtölték a piacot is Dombaváron hetente háromszor, és ami ennél még örömtelébb, hogy a vásárlók is nagy érdeklődéssel fordulnak irányukba. A dombováriak ez alkalommal a rendezvény irányába fordultak. Nagy érdeklődéssel, szép számmal érkeztek a télbúcsúztató eseményre, ahol a hideg ellenére mindenki jól érezte magát. A délután folyamán tiszteletét tette Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is. Én nagyon szeretem az ilyen kavalkádot, illetve az ilyen lehetőségeket. Ez arra jó, hogy a helyi termelők be tudnak mutatkozni, és a termékeiknek egy részét el tudják akár ilyen vásárokban is adni. Több standot meglátogattam, a süteményeseket, puszedli árusoknál voltam, illetve két mézárusnál, őket ismerem is. És nyugodtan mondhatom azt, hogy nagyon-nagyon jó termékekkel jöttek ki, illetve itt a tolnaiak pedig friss kolbászt, hurkát hoztak, az is csodálatos volt. Tőlük nem vásároltam, mert nem rég vágtunk disznót, úgyhogy csak kóstoltunk. De kulturális műsorral ezt a kettőt összehozni, és az embereket vendégül látni itt Dombováron, azt gondolom, hogy nem is sok pénzbe kerül, és egy nagyon jó hétvégi programot adunk az embereknek. Mindez a program az Agrárminisztérium támogatásával tudott megvalósulni. Egész életemben, kiskoromtól kezdve nagyon-nagyon nem szerettem soha beöltözni. Talán egyszer volt, hogy fel kellett húznom állarcot, illetve valaminek beöltözni. Tehát én ezt a részét a farsangnak nem szeretem, de jó látni azt, hogy az emberek attól függetlenül, hogy én nem szeretem, ők élvezik. A Művelődési Központ felhívására sokan érkeztek jelmezbe a hétvégi rendezvényre, ahol a térségi termelők is szerepet kaptak. Az Agrárminisztérium támogatásával jött létre ez az esemény. A Tolna megyei önkormányzat egy szakmai partnerként működik közre az eseményen, és hát Dombóvár város önkormányzata ennek az eseménynek a főszervezője. Itt a mai napon 15 helyi termelő kapott lehetőséget arra, hogy megmutassa, hogy milyen kiváló adottságokkal és milyen kiváló adottságokból milyen kiváló termékeket lehet előállítani. Úgyhogy alapvetően nagyon sokféle terméket, nem csak olyat kóstolhatunk, ami elsősorban így az ízlelő bimbóinkat csigázza fel, hanem képzőművészeti és népi iparművészeti termékek is helyet kaptak ezen a mai rendezvényen. Úgyhogy alapvetően azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy jól érezze magát a közönség. És az a különlegesség ennek a mai rendezvénynek, hogy úgy vásárolhatunk, és ez volt az egyik fő célkitűzése is a mai eseménynek, hogy úgy tölthessük el az időnket adott esetben egy ilyen piacon, hogy közben kulturális élményekkel is legyünk gazdagabbak, így aztán kiváló Tolna megyei művészek koncertjeit is meghallgathatjuk a mai napon itt Dombóváron.
A gyerekkoncertek mellett arcfestés, népi játszótér és sok finom falat, többek között a farsang elmaradhatatlan kelléke, a fánk várta a rendezvényre kilátogatókat. A zsűrit igen nehéz feladat elé állították, a jelmezt magukra öltök, ki kellett választaniuk közülük a legjobbakat. Nézték az ötletességet, a kreativitást, és azt is, hogy mennyire sikerült viccesre a telet elűzni kívánó jelmez. Hogy mennyire sikerült jól a télűzés, az a következő napokban kiderül, de hogy a rendezvény elérte a közösségépítő célját, és a környékbeli termelők termékeinek megismertetését, az egyszer biztos.